Éppen most szálltatok ki, milyen volt az élmény? Nagyon jó. Anyukámmal voltam, meg a 6 éves kisfiam, és nagyon jó, különleges. Ön is jól érezte magát? Isteni volt, felejthetetlen. Tehát érdemes akkor ebbe belecsapni? Igen, igen. Aki kedvet, bátorságot érez, annak feltétlenül ajánljuk, igen. Mi volt az élmény benne? Miről hát talán esetleg? Leginkább az, hogy rendkívül gyorsan közlekedik a jármű, nagyon gyors irányváltoztatásra képes, és hát nyilván az ezzel járó sebesség, a becsapódó víz. Úgy összességében tényleg egy ilyen extrémebb sporthoz tudnám hasonlítani, ahol nekünk csak ülni kell. És ön szerint szükség van ilyenre a Balatonon? Hát ebben nem biztos, hogy én vagyok a legilletékesebb. Én azért jobban szeretem a nem motormeghajtású járműveket, de mondjuk egy ilyen egyedi élménynek igen jó volt. Vagy a gyerekek miatt tényleg egy jó élmény volt, bár azért gondolom, hogy itt többen vannak, akik ellenzik mondjuk az ilyen motoros hajóknak a Balatonon való közlekedését. De ön azt mondja, hogy egyszer, vagyis hát mindenkinek ki kell próbálnia? Hát, aki kedvet érez hozzá, annak egy különleges élményben lehet része. Igen. Újdonság. Uh-huh. Tehát, hogy ez újdonság képhat, és ez erre most nagyon harapnak az igen, emberek. Lehet ezt mondani? Van, igen. Önök honnan érkeztek egyébként? Mi dunaföldváriak vagyunk. És ezért jöttek ide? Nem. Itt Siófokon nyaralunk, és akkor ide a kikötőbe egyébként ezért jöttünk ki most. Igen. És a Facebookon gondolom, hogy találtak rá erre lehetőséget? Nem, hanem a nyaralónk előtt megy a hajó. És hát a kíváncsiság hozott be bennünket, most már a nagyobb unokával voltunk, és most a kisebb unokát is elhoztuk, mert nagy volt az élmény. Köszönöm szépen, és akkor további jó nyaralást. Köszönjük szépen.